Konferenciát tartottak Tatán a Zöld Komárom-Esztergom megyéről, arról, hogy milyen új kihívások, tervek vannak ezen a téren a következő évekre. 2015-től, illetve a jövő évtől várható változásokra szeretnénk felkészülni. A mai napon a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzés és Vidékfejlesztési Intézet Zöld Nakvi programján belül, vagy ennek a keretein belül került megrendezésre ez a konferencia. A zöld szervezetek a továbbiakban is sok segítséget kapnak majd. A NAKVI az elsősorban a szakmai együttműködéseken és a különböző szakmai programokon keresztül tud a jövőben is segíteni a zöld szervezeteknek, mint ahogy ez a munka egyébként már most is folyik. A másik az pedig a támogatási lehetőség. Erre mi, mint a vidékfejlesztéssel korábban foglalkozó intézet, a vidékfejlesztési programnak több leendő támogatási formáját is tudjuk majd javasolni. Ami a klímát illeti, egyre magasabb az átlaghőmérséklet, ez a vízgazdálkodást is befolyásolja. Az elmúlt 25-30 esztendőben tapasztaltuk azt, hogy átlagosan az éves középhőmérséklet az több mint 1 Celsius fokkal emelkedett, a nyári időszakban pedig 2 Celsius fokkal. Ez vonatkozik a Tatai-medencére is. Nekünk abban van szerencsénk, hogy olyan természeti környezetben élünk, amely a mikrotérségnek a klimatizálásához kedvezően járul hozzá. Erdősült területről van szó, és vízben gazdag területről van szó. Éppen ez a lényege a következő évek felkészülésének is, hogy ezzel a vízgazdasággal nekünk gazdálkodnunk kell. A konferencia keretében bemutatták a Tatai Barlangok című könyvet is, ami Almádi Zoltán 40 éves kutató munkájának eredménye. Erre a műre szükség is volt már, hiszen szinte az egész város alatt vannak barlangok. A legjelentősebb barlang a Tatai Kálvariadombon találhat az úgynevezett Megalódusz barlang. Azután nem messze ettől a gimnázium környékén van a Bartakút barlang, ami egy függőleges kútból indul ki, az alján nyílik egy barlang. Azután a Tóvárosi városrészen pedig az Angolkertben van egyik leghíresebb az Angyalforrási barlang, ez egy hatalmas nagy terem, és rengeteg érdekes leletet találtunk, például őskőkorszakból, kőkorszakból, középkor, szóval elképzelhető mindenféle történelmi korokból. Aztán a másik legmélyebb barlang, az pedig ettől nem messze a szabadtéri színpad környékén, az úgynevezett tükörforrási barlang, ez pedig egy rendkívül mély kürtő, több mint 30 méter. Érdemes tehát fellapozni a könyvet, ha többet szeretnénk megtudni a város alatti világról, a megye zöld ügyeinek alakulásáról pedig továbbra is elsőként számolunk majd be.